Sziasztok, srácok! Visszatérnénk egy újabb CMTA videósorozatnak a részével, ami nem más, mint a Las Venturas. Úgyhogy most itt fogunk játszogatni egy kicsit, és itt lesz egy ilyen rövidebb rész, amiben jelen helyzetben kaszinózni fogunk elsősorban, mert így reggel az jutott így eszembe, hogy kaszinózni kellene kicsit, hát ha adja a blackjack, mint tegnap este, már közel sem biztos. Utána pedig szétnézünk a farmon, de hát nézzük is a blackjacket. Na, hát 15-re lapot kérünk, de 25 lesz, úgyhogy igen. Igen, itt megállok és fordít egy 21-et, nem 15-öt. 13, 22. Na. Eddig nyerőben vagyunk, hogy az egy százassal egyébként. Azt hiszem már igen, 700-zal szálltam be. 15-re megint megpróbálom a lapot. Kár volt. Ez így nem lesz, akkor tegyünk fel mondjuk 200-at. Nem tudom eltalálni. 201-et. Átha. 5, 16. 16, 17, 17-re már nem kérünk lapot, és fordít 20-at. Igen, igen. Blackjackbe ez az én szerencsém általában, hogyha valamit nagyon kicentízve kapok, akkor mindig több van, de most fordít 18. Legalább visszakapjuk. Legalább nem buktunk, de nem is nyertünk. Mármint nyerni már jó lenne egy keveset. 12-re lapot kérünk, 13-13-ra lapot kérünk, 22. Ez fenomenális, ez meg. Jó, ezt a 2-99-et már felteszem egybe. És akkor 10... értem. Rossz gomb! Mindegy. Hát azért még eljátszunk. Eljátszunk egy 5000-et. Mert hát az igazi szerencsejátékos, szokták mondani, sosem áll meg. Na hát igen, én az a fajta vagyok, aki ritka az, hogy megáll. De ha nem, akkor meg nagyot bukok. Tehát már ez a kaszinó az volt, hogy ilyen nagyon mínuszosra jött ki nekem. Baj most, 1000-es C-vel. Megnézzük, játszunk kicsit nagyobb asztalnál. Az mondjuk 500-os, ez tényleg kicsit nagyobb, itt két bukás és vége mindennek. 17, hát megállok be, azon nem tudok mit csinálni, 17-re nem kérek lapot. 21. Igen, tehát ez a szerencsejáték, hogy vagy kibaszik veled, vagy nem. Á, megpróbáljuk. Hát 17-re már megint csak nem kérek lapot, de a fordít. 19. Így kell. Nem 10 000-et összesen, de ilyen 7500-at elbukni. Nagyon ügyesem. Úgyhogy, ja. Jó. Ops. Ez a felvétel, nem ezt nem megyem. Hát ez... ismerem, ez a kaszinós történt, akkor az itt véget is érne, mert... az igazi szerencsejáték sose áll meg, csak ha elmegy a kedve a játéktól, nekem most ez... ez igen, csak lerombolta a kedvemet a játéktól, viszont itt az MTA hangerőt visszaadom, mert közben azt levettem. Mert hát ja, ez olyan dolog, hogy...
A zene lehet egy picit, egy pöppet hangos lesz, bármilyen, mikor a, akkor a hangtesztet csinálta, akkor na mindegy. Most pedig megnézzük a formokat. Mert hát abból van, mondhatnám, hogy három, de igazából kettő is kell. Ami úgymond az enyém. Nézzük, itt tudunk-e bármit is csinálni. Mert igazából reggel már voltam. Átnéztem őket, de megnézzük. Hát itt még semmit nem lehet. De ez egy alma paprikát. Ezt le lehet szedni, és a falnak ez a fele, ez már nem az enyém. Skané. Hogy ez lesz most a továbbiakban a tervem. Meg még lehet visszamegy a kaszinózni, azt még. Azt még nem tudom, mert jó lenne egy kicsit még elbukni, vagy mondjuk duplázni. Sosem lehet tudni, hogy mikor melyik jön be. Úgyis nem vetőmag. Na mindegy. Akkor ide most nem vetünk semmit, azt majd megcsinálom később. Már még a kocsiban azt hiszem van vetőmag. Van. Ezt vissza is ültetem. Én uborkát szoktam ültetni. De jó, hogy csak széthúztam, nem vettem. Kikecs ügyes vagyok. Igen, akkor ezt kivesszük. Ha bárkit érdekelne, a Hammer az 6 Venomos. Ezt így elfelejtem el, a 6 Venom a Szembadik. Itt van rajta. Matrica és egy-egy rendszám. A rendszám az... az Military. Csak most ott el tudjátok olvasni. Csak most nem akarom megnyitni az F10-zel, mert nem tudom az éppen mit állít le, vagy mit nem. Tehát azért itt is lehet betakarítgatni. Van azért már pár dolog. Ezeket gyorsan le is szüveteljük. Viszont visszaültetni már nem biztos, hogy visszaültetem. Az attól függ majd. De eladni mindenféleképpen elmegyünk, eladjuk őket. Már az azért. Az a pénz az jól fog jönni, mert talán, ha jó árba tudom eladni, akkor abból már meg is tudom szereltetni a Hammert, egy picit összetört. Hát nem mondom azt, hogy nem volt, hogy neki csúsztam el a falnak, de az se, hogy igen. És így a továbbiakra előre nézve még elmondom pár dolgot. Így nektek, srácok, hogy hát hogyha itt így nagyon belelendülnénk, nem tudom hányan leszünk, hogyha így videókat akarok majd csinálni, hogy jönnek a többiek is, akkor nagyobb helyet fog kapni valószínű az LV. Így értve, hogy te mit csinálsz itt. Elindult az egyik program random. Mindegy. Tehát nagyobb szerepet fog kapni az LV. Ezt még pedig meg is mondom nektek miért. Mert hát itt játszunk úgy többet, hogy tehát én a V2-es NAV Leader mellett itt is nagyon sok időt töltök, mert igazából így
csapattal, akivel szoktunk így játszogatni. Jobban megtetszett ez nekünk, és ez belindult valamiről. Ez szar, de mindegy. Tehát ez jobban megtetszett, és nem tudom. Nem mondom azt, hogy ötlöm a V2-t, ugye hanyagolom a navot emellett, természetesen azt én aktívan fogom csinálni, ez mindez mellett. Mert a kettőt elég könnyű együtt csinálni, úgyhogy a navban is például nagyon jó srácok vannak, ők is segítenek nekem. Tehát nem vagyok úgy egyedül, hogy egyedül kelljen csinálnom mindent, hogy akkor most így magamra vagyok hagyva, hanem tényleg amiben tudnak, akkor ők is segítenek, hogy nekem is, nekünk is könnyebb legyen. De igen, ha valaki még esetleg nem tudta volna, most ismételtem V2-n én vezetem a navot, mint főlíder. Tehát mint főlíderi pozícióban töltök be ott most szintén helyet. Mint már jó pár alkalommal. De lehet, hogy navos videók is lesznek. Hát ezt ugye így lehet eladni. Én picit hamarabb engedtem el, mert a 98 a második legjobb ára az a paprikának, aki nem tudná. És a 123 per darab, az a legjobb, az most én is jobban örültem volna neki. Mert akkor azt a kis bukást, amit a kaszinóban termeltem, még pluszt is nyertem volna mellé. Így meg igazából csak nullára jöttem ki. De mindegy is. Most gyorsan elsőnek beszaladok is, még megszereltetem a kocsit. Egyébként ahhoz képest, hogy ezt a kocsit, ezt így, hát nem túl sokat látok belőle. Nem tartom olyan nagyon felső kategóriásnak. Bármint az. Csak úgy az én szememben ez olyan. Ez mégse az a, ez a nagyon olyan kategória. Elég drága a szereltetése. Mármint ahogy én néztem. Na, szerelő koma akkor. Ja, na, nem afkolnál, barátom. Köszönöm. Egy úr vagy, hogy meghallgattál. Hát mindjárt kiderítjük, mi törött pontosabban az autón, és mit is kell fizetnünk érte. Azt a kurva életbe. Bal első sárvédő, első lökhárító, bal hátsó ajtó, $2477. Öcsém. Azért, igen, ez ahhoz képest, hogy a Hayabusa, ami volt nekem, az 40 on egy versenyrendszámos volt. Ahhoz képest ez kicsit drága. Még kérünk egy forgalmit is, mert azt hiszem, ez nincs forgalmi. Ez a monitorinak az adásvételije, igen. Annyi papír van majd, hogy igen, ez az adásvételje. És akkor 200 dolcsiból még azért csináltatunk egy kicsit. Itt van a Suzuki. Ez ilyen tuningos volt. Volt akkor a Volkswagen Corrado, amit aki már régebben is költösorozatot látott. Akkor is megváltam elég jó árban. Még volt egy Chevrolet Apache is, ami 40-omos volt, elvált a löszkörékkel. Ezeket egyébként gyűjtöm, mert bárki kérdez, minek vannak, meggyűjtöm, hogy milyen kocsiján voltak. Volt egy Mercedes E250 ST-t, azt hiszem, az, annak nem volt forgalmi, tehát az jó. Nem is tudom, meg itt van a... igen, ez a...
ez a volt, nem jut eszembe, az meg a Hurkának is olyan kocsi van, na mindegy, nem jut eszembe a neve. El Camino, azaz, tehát annak a adásvételje, mert olyan is volt már, csak az is gyorsan elment, már mondjuk nem olyan gyorsan, mert azt tuningolgattam, de az így azt mondtam, hogy eladom, és akkor eladtam, mert abban a 3 Venom SC volt talán, vagy nem túl sok, de azért volt benne pár jó cucc, hogy úgy mondjam. Gyorsan kiváltjuk itt a műszaki adatlapunkat, és itt is van Hammer H1 Alpha 2, 3, 4, 5, 6, Venom egyedi fényezés van, Airride van, úgyhogy igen, hát le is fénymásolom mindjárt, nem éne. Ez a videót már kicsit tovább kihúztam, mint szerettem volna, bár mondjuk régóta nem volt rész, úgyhogy most jobb is, hogy ez egy picit hosszabb lett. De viszont én itt elköszönnék tőletek, srácok. Remélem, aki még követ engem, minket, annak tetszeni fog ez a videó, és újra visszatalál majd a csatornára. Próbálok picit én is aktívabb lenni, és úgy több videót feltölteni nektek. Ez majd kiderül, mennyire megy, mennyire nem. De találkozunk a következő részekben. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg, vagy esetleg, ha annyira tetszett, osszatok meg barátaitokkal, hogy minél többen legyünk. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!